Azért, akármennyire is úgy van, ahogy maga mondja, király úr, hát hogyan lehetne meg egy ország anélkül, hogy vezetnék? És a háborúval, mint például most is, olyankor a vezető múlik, hogy mindennél fontosabb legyen a haza érdeke, nem? Ugyan most viccel, Kovács úr. Remélem, nem mondja komolyan, hogy van olyan érdek, amely megérne egy háborút. Én műveletlen ember vagyok, uram, nem is tagadtam soha. De annyit tudok és állíthatom bárki előtt, hogy nincs olyan érdek, amely megérne egy háborút. Akármilyen érdeknek legyen is az feltüntetve. Szabadna megkérdeznem valamit? Ha például valaki azt állítaná, hangsúlyozni kívánom, hogy nem én állítom, csak úgy feltesszük a dolgot. Ha valaki azt állítaná, hogy önnek nincs igaza, akkor mit tenne? Nem állnék le vele vitatkozni. És ha esetleg nem csak ezt mondaná, hanem azt is állítaná, hogy ha maga ilyesmit mond, akkor maga hülye? Bocsánat, félreértés, nehézség, ezt sem én mondom, hanem valaki esetleg így mondhatná, feltesszük a dolgot. Mit csinálna akkor? Tudja, a franc, hogy mit csinálnék. Nyilván attól is függ, hogy ki mondja. De ha mégis? Hát megmondanám neki, hogy nincs igaza. Mert nem mondtam hülyeséget. Tisztességes, bolond maga, Béla kolléga. Én azt hiszem, értem már, hová akar maga kiukadni, igen tisztelt fényképész úr. Na feleljen csak neki, Béla kollega. Mit csinálna az az illető, továbbra is azt állítaná, hogy maga hülyeségeket mond. És bármit mondana neki, ő kitartana amellett, hogy maga hülye. Hát olyan nincs, hogy valaki ok nélkül valakiről ilyet mondjon. Az Isten áldja meg, hát éppen az az ok, hogy ő másképp vélekedik, mint maga. Vagyis ő meg van győződve arról, hogy maga hülye. És az utcán mindenütt kiabálná maga után, hogy maga a hülye. Hát akkor azt hiszem, kénytelen lennék megverni az illetőt, amiért ok nélkül sértegett engem. Na látja, így lesznek a háborúk. Elkezd maga is verekedni egy semmiségért, méghozzá úgy verekedni, hogy meg is halhat. Vagy maga öl meg valaki. Bocsánat, tisztelt király úr. Semmiségnek azért nem semmiség. Tudnélik, van itt egy dolog, amire ön sem fordított kellő figyelmet. És pedig? Arról van szó, hogy annak az embernek is volt egy elképzelése a dolgokat illetően. Úgy vélte, hogy az ő elképzelése helyesebb, mint a magáé. Mit tett? Nem nyugodott bele abba, hogy maga téves álláspontot képvisel, hanem igyekezett meggyőzni magát arról, hogy magának nincs igaza. Azzal, hogy hülyének nevez engem? Hát ezt nyilván már a későbbiek során mondta, miután elragadta az indulata. De ha ő meg van győződve arról, hogy a saját hite helyes, akkor nem tisztelet illeti azért, ha magát is a helyes útra akarja vezérelni? Hiszen az én ember érthetően azt akarja, hogy ne csak neki legyen jó, hanem minden embernek. És még az életét is odaadná azért, hogy ami jót ő elgondolt a világról, az valóra is váljon. Álljon meg a menet egy pillanatra, tisztelt úr, hiszen éppen ott kezdődik minden baj. Gyakadnak a világon ilyen abnormis emberek, akik azt mondják, hogy mindenkinek azt kell hinni, amit ők gondolnak. Ha nem, hát kampec, kitörik az ember nyakát. Elég a világon két-három ilyen dilis erőszakos alak, és már kész a baj. Mert ugye melyikük hinni el a másiknak, hogy nem neki, hanem annak van igaza. Így van, Béla kollega? Így. De mennyire így? Mit röhög? Ha magát nem érdeklik ezek a komoly dolgok, legalább másokat hagyjon nyugodtan beszélni. Hagyja, nevesse. Biztosan megint a pucér kis angyalkáját látja. Ne vegyen róla tudomást. És Krisztus? Mit Krisztus? Maga szerint ő is ilyen abnormis alak volt? Ha például Krisztus nem hitte volna olyan erősen, amit hitt, mert hát csak úgy történhetett az egész, hogy erősen hitt abban, amit tanított. És az volt a meggyőződése, hogy megtalálta az igazságot. Jó vicc. És mire ment az igazságával? Változott vele valamit a helyzet? Hát már hogy mondhat ilyet, hogy nem változott? Hát mit mondjak, jó ember? Hát főztek valaha szappant emberek húsából és zsírjából. Király úr! Megvan maga bolonduló. Hát mondja meg igaz lelkére. Előfordult ez már valaha a világban? Pedig ma már igazán mindenki ismeri Krisztus tanítását. Na, tudom, erről nem illik beszélni, de hát pontosan mindnyájan tudjuk, hogy miről van szó. Remélem, uraságod nem érti félre, csak a tényeket szögezzük le. Na,
Látott valaha ilyet a világ? Soha, kérem. És mindez miért? Mert akadt egy beképzelt figura, aki azt állítja, hogy ő egyedül okosabb mindenkinél, és ő majd megmutatja az egész emberiségnek, egész Európának, hogy hogyan kell ezután élni. Hello.